Megújul és körforgalommal bővül a Korányi Frigyes utca. A kivitelezés a Kosbor utcai körforgalomtól az Eperes utcai kereszteződésig tartó szakasz felújításával kezdődik. Előre láthatólag 3 hétig lesz a belváros felé vezető félpálya lezárva. Ez idő alatt a forgalmat az Eperes utcai kereszteződésnél a szervizútra terelik. Fontos változás, hogy a felújítási munkálatok ideje alatt a szervizút Eperes utca és Kosbor utcai körforgalom közötti szakaszán egyirányú forgalmi rend lesz érvényben a belváros irányába. A kivitelezés következő szakaszában a másik félpálya lesz korlátozva, megint csak 3 hétig. A belváros felé haladók szintén a szervizúton közlekedhetnek majd. Ezzel egy időben a Rákóczi utcán a buszöblök bontása és építése van folyamatban, ezért a buszöblök előtt a két forgalmi sáv átmenetileg egy sávra szűkül. A munkálatok idején 30 km/h sebességkorlátozásra kell számítani az arra közlekedőknek. A Bethlen Gábor utca a Búza utcától Besenyei térig terjedő szakaszának felújítása is folyamatban van. 360 méteren megújul az útburkolat, 22 méteren járda felújításra, valamint 17 méteren kerékpárút felújításra kerül sor, amely a biciklis forgalmat is korlátozza. Továbbá két buszöblöt is átépítenek a szakaszon, és egy új zebrát is kialakítanak a Búza utcánál.